Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tamási gyilkosság. Letartóztatásban marad a gyanúsított. Dombóvár. Testületi ülés. Előadás. A protestáns németek betelepülése volt a téma Vonyhádon. Locsolás húsvét hétfőn. Ha csak a családban is, de locsolkodnak. Egy hónapra letartóztatták az emberöléssel vádolt tamási férfit annak érdekében, hogy hasonló bűncselekményt a tárgyalásig ne követessen el, valamint az indoklásban szerepel az is, hogy a szökés veszélye is fennáll esetében. A gyanúsított másfél hónapja szabadult, nem rendelkezik lakóhellyel, valamint a tanúk befolyásolására is komoly lehetőséget látott a bíróság, ezért is rendelték el letartóztatását. A bíróság szeretné még kiemelni az üggyel kapcsolatban azt is, hogy a sajtóban korábban már nyilvánosságra került az, hogy az elhunyt sértett ezt megelőzően több mint másfél hónappal korábban kérte az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését a volt élettársától, jelen ügy gyanúsítottjától. Ezen döntésben a Tamási járásbíróság a megelőző távoltartás iránti indítványt elutasította. A gyanúsított ekkor még börtönben volt, a bizonyítékok szerint pedig abban a 4 évben mindenféle kapcsolat megszakadt a sértettel és közös gyermekükkel. A sértett tudomást szerzett arról, hogy a gyanúsított büntetésvégrehajtási intézetből szabadul, és félelmében indítványozta azt, hogy a bíróság rendelje el a megelőző távoltartást. A bíróság lefolytatta ezt az eljárást, ahol meghallgatta az elhunyt sértettet, illetve jogi képviselője is akként nyilatkoztak, hogy a szabadságvesztés alatt teljesen megszakadt a kapcsolatuk a gyanúsítottal. Félelmük ugyan van, de a gyanúsított nem tanúsított semmi olyan magatartást, ami okot adna arra, hogy itt felmerülne akár a bosszúállás, vagy akár bármilyen agresszív bűncselekménynek a veszélye. A reintegrációs tiszt véleménye alapján a férfi semmilyen agresszív viselkedést nem tanúsított, bosszúra való hajlandó nem mutatott. A döntést a nő elfogadta, nem fellebbezett. A bíróság a megelőző távoltartás elrendelését elutasító végzésben nem találta megalapozottnak a törvényben meghatározott feltételeket, miszerint a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított méltóságot, életet, szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenységet vagy mulasztást kell elkövetnie a hozzátartozók közötti erőszak elkövetőjének. Ilyen magatartás tanúsítása nem volt megállapítható. A letartóztatás ellen sem a gyanúsított, sem a védő, sem az ügyészség nem nyújtott be jogorvoslatot. Március 27-én tartott a Dombóvár város önkormányzata legutóbbi képviselőtestületi ülését. A napirendi pontok mindegyikében döntést hoztak. Reggel 9-kor ültek össze Dombóváron a képviselőtestület tagjai, hogy a 10 napirendi pontot megtárgyalják, melyből egy zárt ajtók mögött zajlott. A közétkeztetéssel, szociális és bölcsődei ellátással kapcsolatos beszámolókat elfogadták. Megállapítottunk új díjtételeket néhány térítési díj tekintetében, de azt gondolom, hogy nagyon szerény mértékű emelésekkel éltünk, illetve legtöbb esetben csak amit a szolgáltató felénk előirányzott, azt hárítottuk tovább, és mondjuk egy szociális étkeztetés tekintetében ez 200 forintot jelent egy adag esetében, ami azt gondolom, hogy mindenki számára még megfizetetésre elérhető kategóriába került. Nagyon fontos, hogy elfogadtuk a közbeszerzési tervünket, ebben 15 tétel került, és nyilván ezek közül is kiemelték az a 13 topos projekt, amelynek a megvalósításáról már döntöttünk, és nagyon remélem, hogy az elkövetkező időszakban a pályázatok támogatói döntés megérését követően a beszerzési eljárásokat is meg tudjuk kezdeni. Mérföldkőhöz érkeztek, melyet már 2 éve görgetnek maguk előtt a zeneiskola felújításának tekintetében, mondta el nekünk Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere. A megyei ITP nyújtott arra lehetőséget, hogy egy 400 millió forintos elkülönített keretre tudunk pályázatot benyújtani. Ennek ez a pályázatnak a benyújtatási határideje legkésőbb április 30. Ez egy nagyon jó előkészített műszaki tartalommal megtöltött anyag, és ami nagyon fontos és rövidíti adott esetben a kivitelezés időszakát is, hogy a közbeszerzési eljárás már lezajlott, és egy feltétele is
módú vállalkozó kiválasztása meg is történt. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az idejében ez a beruházás végre sokak örömére el fog készülni. Örömteli, hogy idén 41 fiatal részesül sporttámogatásban, 21 ifjú sportoló Buzánszky Jenő, 20 pedig Mándi Imre ösztöndíjat kap. Vasárnap játszottak a bonyhádi kiskosarasok a Nyuszi Kupa negyedik fordulójában. A hirtelen megbetegedéseknek és egyéb családi programoknak köszönhetően csak 10 játékossal tudtak pályára lépni. A Tamási Dálmocskák ellen 41-8-ra megnyerték a mérkőzést. A kezdőcsapat ellen voltak szép támadásaik, passzok és pontszerzések is, így a fiatalabb kezdőbb, ám de nagyon lelkes és lendületes csapat könnyebb ellenfélnek bizonyult. A szekszárdi Garai Gladiátorok jóval technikásabb játékosaival két negyeden keresztül bírták a küzdelmet. A negyedik negyedre elfáradtak, végül bonyhádi vereséggel zárult a meccs. Klopcsik Tiborné első kiállítása nyitott meg a Tolnai Művelődési Központban. Gimnazista kora óta rajzol, főleg pasztelkrétával és temperával dolgozik. Irodalomkedvelő, versekből és regényekből merít ihletet alkotásaihoz. Főként természeti képek és emberábrázolás jelenik meg művészetében, amit édesapja kezdetektől fogva támogatott és ösztönözte őt. Szereti megragadni az íves vonalakat és a harsány színeket, valamint a fekete-fehér kontrasztokat, leginkább így jellemzi munkásságát az alkotó. Nagyon szeretem a természetet, a horgászkép, mondjuk a férjem horgászik, meg gyakran kijárok vele én is. Itt inkább a színek, meg a kontrasztok, hogy milyen színes a környezetünk, a világunk, az ragadott meg leginkább benne. Diáknapot tartottak a szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégiumban. Az egyik érdekes program dr. Kovács Tamás csillagász előadása volt, melyben a pillangó hatásról beszélt összekapcsolva életútját a fizikával. Az ELTE TTK docense az iskola volt tanulója, ezért is volt különösen fontos, hogy beszélt még a kitűzött célok fontosságáról és a kitartásról is. A protestáns németek betelepüléséről tartott előadást Müller György Bonyhádon. Az est folyamán a családtörténeti kutatásról is informálódtak a megjelentek. A protestánsok betelepítése 1719-ben kezdődött, és három nagy hullámban zajlott egészen 1788-ig. Leginkább Németország hesseni, Rajna vidéki, Württembergi és bádeni területeiről történtek a betelepítések. Ezek egyik oka az volt, hogy a török háborúk után a tolnai, baranyai és a somogyi területek kiürültek. Másfelől pedig a 30 éves háború, ami ugye 1618 és 48 között volt Németországban, óriási pusztításokat végzett. Utána maga Németország is lakossági importra szorult, és ez a népesség, amelyik 1648 után bekerül, egyszerűen már 1720-as évek elején, 10-es évek végén túlnépesedik, tehát már nem találja meg a számításait Németországban. Leginkább a másod-harmadszülött fiúk voltak azok, akik útnak indultak. Az első szülöttek vitték tovább az apától örökölt paraszti gazdaságot. A gyökerekkel pedig azért kell foglalkoznunk, mert onnan jövünk. Tehát saját magunkat is csak úgy érthetjük meg, hogyha a gyökereinkről tudunk valamit. A bonyhádiak idén ünneplik a város újratelepítésének 300 éves évfordulóját. Bonyhádra az első németek Frankrészről érkeztek 1724-ben. Mivel a katolikusok vannak többségben, legtöbbször a katolikusokról hallunk, de ezen a vidéken nagyon viszonylag nagyobb számban vannak evangélikusok és reformátusok is. Tolna megyébe két helyre telepítettek reformátusokat, az egyik település Nagyszékely, a másik pedig Mórágy. Nagyszékelybe 1721-ben érkeztek, reformátusok és Mórágy szintén ebben az évben ünnepli a 300 éves jubileumát. Az elnök hozzátette azt is, hogy a legelső német telepesek svábok voltak, és Teverre érkeztek 1712-ben. Akkor volt egy kis szünet, és a 1719-től, 20-tól, ettől az időponttól Bonyhád környékén megjelentek a német telepesek, Kismányok, Majos, Mucsva, Izmény ezeken a településeken, és tehát Bonyhádra 1724-ben jöttek az első katolikusok, utána pedig nagyon sokan érkeztek, el lehet mondani, hogy az egész dél-német területről, valamint még Ausztriából is. Az akkori nehéz körülmények miatt élemondás az első telepeseknek a halál jutott, a másodikoknak a szenvedés, és csak a harmadik generáció kaphatta meg a kenyeret. Yeah.
Minden évben megrendezik a városi versmondó versenyt Tolnán a költészet napján. Ehhez kapcsolódva azt megelőzve tartják meg rendszerint az iskolai szavaló versenyt, ami idén március 26-án történt meg, 32 résztvevő a legkedvesebb versét mondhatta el. A szavaratokat 4 tagú zsűri előtt kellett előadni. A versek tekintetében igen változatos volt a paletta, hiszen klasszikus költőink épp úgy szerepeltek, mint a kortárs lírikusok művei, versmondáskor a tanuló egyéniségéhez alkalmazkodva. A legjobb verselők könyvet és oklevelet kaptak jutalmul. A résztvevők emléklapot és egy tollat vehettek át. Húsvétra hangolódtak a decsi Teszveszovod a gyermekei és pedagógusai. A decsi tájház udvarán zajló rendezvényen játék, énekes és táncos programok keretében eleveníthették fel a kisgyerekek a húsvéti népszokásokat és hagyományokat, többen népviseletbe öltözve adták át magukat a hangulatnak. Az esemény csúcspontja és egyben lezárása a húsvéti tojás felkutatása volt. A dombovári judo klub versenyzői remek eredményeket értek el a Barcson megrendezett regionális nyílt bajnokságon. 4 bajnokot is az egyesület versenyzői adtak, összesen 8 érmet gyűjtöttek össze. Palánki Sára ezekből 2 is magára vállalt, ő egy arany, illetve egy bronzérmet tudhat magáénak. Bajnok lett még Tölösi Norina, Varga Máté és Börcsök Annabella. A locsolkodás régi hagyományunk, és mára már megkapott fénye, azért továbbra is szerveznek csoportosan, esetlenként akár lovaskocsis locsolást, persze többnyire egyedül, családban teszik, esetleg ismerősöket tisztelnek meg kölnivel vagy vízzel. A szekszárdiakat kérdeztük. A húsvéti locsolkodás hagyománya messze, a pogány időkig nyúlik vissza. Őseink szerint a víznek tisztító és megújító ereje volt, ezért a tavaszi rítus során az ifjú hajadonnőket a víz erejével tisztították meg. Ma már ez teljesen más, de vannak, akik szerint azért fontos megőrizni ezt a szokást. Hát én majd menni fogok. Itt a Szent Györgyön lakok, majd ott azért egy-két lánynál bekopogok. És milyen ez a locsolás? Hát azért nagy hagyomány itt Magyarországon szerintem, és azért jó, hogyha tartjuk mi fiatalok. Meg azért néha jönnek is jó kis pénz hozzá, meg a tojás is. Én szeretem mondjuk mindkettőt. Az idősebbek inkább csak családi körben őrzik még a hagyományt, ha egyáltalán őrzik. Igen. Nem én a családban mennek. Az unokák meg a dédunoka. Az egyértelműnek látszik, hogy nem a cserébe kapott ajándék a fő, de azért nem árt, ha véletlenül csúran csöppen valami. A lányok ugyanakkor nem olyan lelkesek, ami azért valahol érthető is. Óvodában volt, hogy ketten akartok losolni, aztán a szemembe ment azóta, azt mondtam, hogy inkább nem. A kikopását hagyományőrző rendezvényekkel próbálják meg lassítani, mindez azonban inkább csak tüneti kezelésként realizálható. Hát a családban igen, de én nem szoktam. Nem a családban sem? Nem. Hát a feleségemet, meg a lányomat, úgyhogy mindössze annyi. Az elmúlt időkben egyre inkább leszűkül az a réteg, aminek tagjai hátára veszik a települést, és örömmel, vigadva járják be az utcákat, de azért találkozni még velük. A biciklivel szoktunk általában menni, reggel elindulunk, és igyekszünk délre végezni, mert ugye délutántól a hagyomány szerint már a lányok locsolhatják a fiúkat, bár nem tudom, hogy ennek mekkora az igazság alapja, de igyekszünk délre végezni, amiatt, hogy mi ne kapjunk a vízből, mert mi nem kölnivel locsolunk, hanem szódával, szódavízzel. A kereszténység ezt az ünnepet felkarolta és saját szimbolikát társított hozzá. A keresztény legendák szerint a húsvéti locsolkodás hagyománya Krisztus feltámadásához köthető, a mítosz szerint a Jézus sírját őrző katonák a megváltó feltámadását hirdető asszonyokat vízzel öntötték le, hogy elhallgattassák őket. Mutatjuk a régió híreit. Zöld kapu projekt Pécsen. 600 milliós pályázatból újult meg a terület. Fejlesztések Hímesházán. Félmilliárdos beruházás a baranyai településen. Konzultációt indított a pécsi Fidesz. 2 nap alatt több ezeren szavaztak, már online is lehet. Zöldítés, új utcabútorok, járófelületek. Elkészült a Zöld Kapu néven futó beruházás a Baranyai Vármegye székhelyen. A korábbi tervek módosításával alakították ki a belvárosi parkot. A helyi közösségi élet élénkítését várják a beruházástól. Ez a Hungária Nagy Jenő és a Petőfi utcák által határolt tér Pécsen új közösségi terület lehet itt, mondta a helyi önkormányzati képviselő, kulturális alpolgármester a csütörtöki átadón.
Én annak kifejezetten örülök, hogy megvalósulhatott ez a projekt, hiszen gyakorlatilag ez a tér, ez azóta, mióta megépült, azóta nagy változtatásokon nem mehetett át. Úgyhogy ezért örültem annak, amikor kiválasztották ezt a teret arra, hogy ezt megújítsuk. És én is nagyon fontosnak tartom, mind városvezető, mind képviselő a közösségi életnek a fellángolását és az újraélesztését. A Zöld Kapu projektbe került be a tér. Ezt a pályázatot 2017-ben adta be és nyerte el Pécs önkormányzata. 600 millió forint támogatást kaptak a beruházásra, bár más tartalom volt az eredeti elképzelésben. Akkor még a Ferencesek utcája felújítása volt, tündeház fejlesztése, Memmi-Pasa fürdőjének a jókorbehelyezése, akkor még a villamos területének, a Ferencesek végén álló villamosnak a területének a fejlesztése volt benne, elektromos autótöltés. Ahogy haladtunk előre az idővel, és illetve a Ferencesek utcája megvalósult ugye 2020-ban, akkor szembesültünk azzal, hogy a költségvetés miatt ugye az építőipari árak elszabadulása miatt a tündeház fejlesztése nem tudott a projektben maradni. Korábban jelentek meg olyan cikkek, nem biztos, hogy el tud számolni a költségekkel az önkormányzat a megadott határidőre 2023. december végéig a pályázat keretében. Így félő volt, vissza kell fizetni a támogatási összeget, vagy annak egy részét. A cégvezető azt mondja, saját forrás bevonásával sikerült lezárni most a projektet. 2023. december 31-ig kellett elszámolni a kiíró fele az addig felmerült költségekkel, viszont maga az eredeti projekt is úgy szólt, hogy önerőt biztosított hozzá az önkormányzat, mert voltak opciós tételek benne, ami az eredeti árba bele se fértek, tehát az önerő biztosítása mellett tudtuk befejezni a projektet. Ez a 20 négyzetméteres pavilon vendéglátóhelyként üzemelhet majd. Így a gazdaságélénkítő feltétel is teljesül a pályázatból, amit korábban a tündeház vállalkozói tevékenysége jelentett volna. Az önkormányzat záró sajtóközleménye szerint közel 2000 négyzetméteren füvesítettek, több mint 50 fát, közel 2000 cserjét ültettek, öntözőrendszert építettek ki. Fejlesztették a közvilágítást, új padokat és utcabútorokat helyezték ki, illetve térfigyelő kamerákat telepítettek, valamint elektromos autótöltőt. Most azt várják, hogy kinőjön a fű, és akkor az itt élőknek szerveznek egy átadó ünnepséget. Energetikai fejlesztés, csapadékvíz elvezetés. Ezeket a beruházásokat hajtották végre a Baranyai Hímes háza településen. Az önkormányzat pályázati forrásból valósította meg az új projekteket. Ez a hímesházi iskola épülete Baranyában. Ezt az intézményt is korszerű fűtési rendszerrel látta el az önkormányzat, amit szerdán adtak át hivatalosan. Ez a rendszer, amit kiépítettek, a korszerűsítés az önkormányzat több intézményét is érinti. A település energetikai rendszerének korszerűsítése 370 millió forint pályázati forrásból valósult meg. Egy hőszivattyús rendszer valósult meg. A hőszivattyú az áramot legtöbbször már a napenergiától kapja. Zöldült a település azzal, hogy nem gázzal kell fűteni egy viszonylag gazdag intézményrendszert, mert az azért egy komoly település, hanem mondom a lehető legkorszerűbb fűtési módot tudta ezzel a településit meghonosította, ami nyilvánvalóan pénzügyi megtakarítást is jelent az önkormányzatnak, és azon kívül hát zöldült a település, ez ennek a beruházásnak az értéke. Ez már egy másik beruházás a településen, amit szintén szerdán adtak át. Csapadékvíztározót létesítettek Hímesházán, szintén pályázati forrásból. Baranya a Mecsek hegység lábánál fekszik, ezért van az országnak olyan pontja, ahol kifejezetten fontosak a csapadékvíz elvezetést, korszerűsítő beruházások, akkor ez Baranya településére kifejezetten is igaz. Amikor csapadékvíz elvezetést támogatunk egy településen, akkor azzal segítjük a helyiek vagyonelemeinek a megóvását, hiszen egy-egy hosszan lezuduló csapadék igen komoly károkat tud okozni. Így volt ezzel Hímesháza is, hiszen 100 millió forint érték tudtunk egy régóta helyiek által megtervezett fejlesztési igény megvalósításához forrás nyújtani. A Baranya vármegyei fejlesztési keretből támogatták a település fejlesztéseit. Hímesházára mintegy 500 millió forint forrás jutott az elmúlt években. Ebből az energetikai fejlesztés jelentette a nagyobb részt. Konzultációt indított a pécsi Fidesz frakció március 2. felében.
Azt szeretnék, ha a pécsiek véleményt alkotnának a város fejlődéséről, élhetőségéről. Mindezt 10 kérdésre adott válaszsal lehet megtenni. Mostantól már online módon is van erre lehetőség. Erről tájékoztatott dr. Csizmadia Péter, a Fidesz polgármester jelöltje. Múlt héten városszerte 15 helyre települt ki a pécsi Fidesz azzal a céllal, hogy konzultációt indítson a pécsiek számára. Ezzel Csizmadia Péter polgármesterjelölt arra kérte a pécsieket, mondják el véleményüket abban a 10 fontos, a város működését és fejlődését meghatározó témában, amely megalapozhatja Pécs fejlődését a következő évtizedben. Ezek között a kérdések között a város üzemeltetéssel kapcsolatos kérdések is vannak, mint például a tömegközlekedésnek a helyzete, vagy olyan átfogóbb, nagyobb ívű kérdésekre is várom a pécsiek válaszát, mint például, hogy a jelenlegi befektetés ellenes város politika helyett egy befektető barát város politikát képzelünk mi el, és ehhez kérjük a pécsiek támogatását. Köztudott, hogy az egyik legnagyobb probléma az elvándorlás, hiszen több mint 30 ezer ember hagyta el a várost az elmúlt évtizedekben. Ha ezt nem sikerül megállítanunk, akkor egy végletesen lefelé tartó negatív spirálba kerül a város, és akkor a fiataljaink elhagyják továbbra is a szülőhelyüket, és máshol keresik a boldogulásokat. Az én célom az, hogy ezt megállítsuk, és egy olyan politikát képviseljünk, és egy olyan új város vezetése legyen Pécsnek, amely valóban képes ezekre a problémákra választ adni. Ezt eddig a kitelepült Fidesz tandjainál lehetett megtenni, mostantól ezt már online is lehet, hangsúlyozta a jobboldal polgármester jelöltje. Hiszen akkora volt az érdeklődés, több ezren jöttek oda hozzánk, 2 nap alatt több ezren mondták el a véleményüket, és nagyon sokan jelezték utána, hogy hát sajnos nem értek oda, a munkaidő volt, vagy egyéb családi program, ezért kérték, hogy valamilyen módon hadd vehessenek ők is részt ebben a nagy kérdőívben, hadd alakíthassák ők is a többiekkel együtt, velünk együtt Pécs jövőjét. Ezért aztán elindítottunk egy internetes oldalt, a pecsről.hu oldalt, ahol most már bárki elmondhatja a véleményét, ugyanezekről a kérdésekről, tehát egy online formában is kitöltheti a kérdőívet. Csizmadia Péter ezért arra buzdít minden pécsit, mondja el a véleményét. Tegyük együtt rendbe Pécset, építsük együtt újjá városunkat, írjuk együtt Pécs jövőjét. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tamási gyilkosság, letartóztatásban marad a gyanúsított. Dombóvár, testületi ülés. Előadás. A protestáns németek betelepülése volt a téma Vonyhádon. Locsolás húsvét hétfőn. Ha csak a családban is, de locsolkodnak. Szombaton marad a melegfronti helyzet, élénk főként északnyugaton erős déli, délnyugati széllel. Az évszakos átlaghoz képest jóval enyhébb, kellemes, alapvetően napos idő lesz. Húsvét vasárnap folytatódik a szeles, meleg időjárás. Általában sok lesz a fátyol felhő felettünk, ez időnként meg is vastagodhat, erősebben szűrheti a napsütést. Húsvét hétfőn még alapvetően meleg lesz, de délután hidegfront érkezik. A délelőtti szűrt napsütést követően délután megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé kell számítani záporokra. Kedden alapvetően erősen felhős, a korábbiaknál jóval hűvösebb idő valószínű, időszakos napsütéssel. Szorványosan alakulhatnak ki záporok. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!